Ez így nem nagyon kellemetlen, ugye? Nem, már megszoktuk. Jó, okay. Jó. Jó, akkor először is nagyon egyszerűen kezdem, hogy miért vannak itt, és miért elszántak, hogy esőbe, hidegbe itt sátoroznak. Igen, azért vagyunk itt, mert ugye a kormány már kimondta, és a miniszterelnök is kimondta, hogy csalás történt, átverték az embereket, és ennek ellenére a végrehajtásokat, kilakoltatásokat nem állítják le. Ebből azt gondoljuk, hogy ez csak maszatolás, és megint egy újabb időhúzás ez a játék a bankokkal. Valós szándék nincs a kormánynak, hiszen akkor a visszatorítatlan folyamatokat leállította volna már. Mekkora problémának látják ezt? Tehát ön szerint mekkora részét érinti az embereknek? Hát az összes embert érinti. Vannak a közvetlenül érintettek, akiknek van devizahitele, őnekik nagy részüket már tönkretették, de tönkretették az egész gazdaságot, hiszen azáltal, hogy mondjuk egy devizahiteles tönkrement, nem vásárol termékeket, szolgáltatásokat, így tönkrement nagyon sok vállalkozás, ők elbocsátottak embereket, akik nem tudják fizetni a hitelüket, vagy az egyéb szolgáltatásokat sem. Tehát nagyon sok embernek azért viszik most a házát, mert a gázt vagy a villany nem fizeti, de az is visszavezethető arra, hogy a bankok irreális összegeket követeltek, többszörösét, két-háromszorosát annak, mint amit bevállaltak annak idején az emberek. Azt mondják a bankok, hogy ha teljesen eltörölnék ezeket a hiteleket, akkor egyszerűen bedőlne a bankszektor, a gazdaság, tehát hogy ez lehetetlen lenne az egészet eltörölni, csak valamiféle csökkentés elképzelhető. Ez csak sírnak a bankok, ugye a Csányi Sándor is nemrég elmondta, hogy az OTP-t nem nagyon rázná meg ilyen vagy olyan összeg. Valószínűleg, ha most ez az összeg kicsit nagyobb vagy kisebb, az se rázná meg őket. Mi a tervük? Meddig maradnak? Hát egyelőre november 1-ig jelentettük ezt be. Addig kapott a bankok ultimátumot, úgynevezett ultimátumot a kormánytól, ami tudjuk, hogy maszatolás csak, vagy amíg le nem állítják a végrehajtásokat, és elindulnak a tárgyalások. Ugye, ha a végrehajtások leállnak, akkor az emberek elkezdenek tömegesen nem fizetni, hiszen már nem kell félniük majd attól, hogy elveszik a házukat, és a bankok azonnal elkezdenének tárgyalni velünk valós megoldásokról. Tehát ez a pár százalékot csökkentünk, ezt el kell felejteni, ez nem teljesít. Oké, és önnek személyesen egyébként mekkora hitele van, mennyit vett föl, most mekkora, mire vette föl, csak itt Dióhéjban? Igen, mi 2006-ban 35 millió forintot vettünk fel, abból több mint 15-öt visszafizettünk, és jelenleg több mint 50 millió forintot követel a bank, amitől teljesen meg van lepődve mindenki, de ez egy teljesen általános, itt van például az egyik sorstársunknak a papírja, ő 11 millió forintot vett fel, fizette 3 évig, és most 20 millió 465 ezer a tartozása. Hát ez szerintem egy teljesen irreális dolog, és az emberek nagy része ebben szenved. Nagyon sokan, akik nincsenek még bajban, mert valamilyen módon kifizetik, ők eddig csak a törlesztő részlet emelkedéssel szembesültek, és nagy részük még nem is tudja, hogy gyakorlatilag kifizetetlen hitelt adtak nekik. Mert mi van akkor, ha majd 300 forint lesz a svájci frank, vagy ennél magasabb, és ugye a bankoknak volt még egy nagyon nagy biztonságuk, hogy korlátlanul emelték a kamatot. Például a mi esetünkben több mint háromszorosára emelték fel a kamat felárat, és az emberek nagy részénél sokkal magasabb kamatot alkalmaznak most a svájci frank hiteleknél, mint amennyi most egy forint hitel kamata. Oké, szuper. Akkor megcsinom az önkezébe ezt. Nem, majd úgyhogy... Úgy.